Szép estét kívánok! Köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit március 1-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak El Simon Lászlóval, aki, mint arról a híradónkban is beszámoltunk, írói, költői pályafutásának negyedik százados jubileumán köszönthettünk, majd ellátogatunk a Vox Mirabilis Kamarakórus farsangi opera parádéjára. Tartsanak velünk! Tehát következik egy beszélgetés El Simon Lászlóval, aki a közelmúltban köszönthette 25 éves irodalmi munkásságának évfordulóját. A 25 év, illetve a szavak ereje kötetekben Kelement Erzsébet szerkesztésében átfogó képet kaphattunk El Simon László múltjáról, jelenéről és jövőjéről is. Nos, kedves nézőink, ahogy ígértem, a Paletta magazin kezdetén egy beszélgetést láthatnak. Vendégem El Simon László, tisztelettel köszöntöm. Ezúttal nem, mint a Nemzeti Múzeum főigazgatóját, hanem azt az írót, közírót, akinek a 25 éves írói jubileumát ünnepelhettük. Meg is jelent két ilyen kötet, erről fogunk beszélgetni, ezt megmutatom. Ez a 25 év Kelemen Erzsébet gyűjtésében, összeállításában, illetve a szavak ereje, itt az alkotói munkásságról kicsit másként. Azt hiszem, hogy ez a negyed század nagyon fontos. Ha mielőtt belemélyednénk, hogy mi minden szerepel a kötetben, azért azok a nézők kedvéért, akik azért az írói munkásságodat is követik, beszéljünk a kezdetekről, hiszen az nagyon-nagyon fontos. Az első kötet, az első gondolat, ami papírra vetettél és kiadtak, az nyilvánvaló, hogy az egy kiemelt pillanat volt számodra is. Előtte hadd mondjak valamit a 25 évre, mert az ember olyan soknak gondolja, hogy 25 éve pályán van és 25 éve aktív. Illetve hát régebb óta vagyok a pályán, csak azt a hagyományt követtük, hogy az első könyv megjelenésétől számított 25 évet vettük figyelembe. Ugye régen a nyugat korában is rendszeresen tartottak írói jubileum ünnepségeket, így valahogy ehhez a szép hagyományhoz nyúltunk vissza. De épp aminap olvastam egy remek kis cikket egy amerikai hölgyről, aki 106 éves és 100 évesen kezdett el futni. És igen intenzíven fut, és nagyon jó karban van fizikailag és szellemileg is, és úgy zavarba jöttem ettől a cikktől, mert arra gondoltam, hogy te Atya Mária, én nekem a 106-hoz képest még a felét sem értem le, hogy milyen sok mindent lehet az ember életében megvalósítani, hogyha 106 évet ad neki a Jóisten. De én az eltelt 25 évnek is örülök, és bízom benne, hogy sikerült egy-két olyan dolgot megvalósítani, ami talán kiállja az idő próbáját. Ugye azt mondják, bármennyire is közhely igaz is, hogy az első csóha nem felejti el az ember. Az a kérdés, hogy ezt mire értjük. Minden esetre én éppen a napokban írtam egy rövidebb visszaemlékezést, hiszen kiváló barátom Péntek Imre most lesz 80 éves, és a születésnapi kötetbe egy olyan visszaemlékező írást írtam, ami a rendszerváltozás időszakában a Fehérvár irodalmi élet történéseire is, illetve a Dunajvárosi Fiatalkötők Fesztiváljára is valamilyen módon visszautal. Mert hogy én egyébként az irodalmi pályámon, itt Székesfehérváron indultam el, és nagyon nagy része volt ebben, hogy mind a mai napig kitartok az irodalom mellett Péntek Imrének. Ugye az első köteted 1996-ban jelent meg. Az egy nagyon fontos pillanat, én azt gondolom, egy ember fia életében. Viszont az a műfaji gazdagság, ami jellemez téged, az honnét ered? Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy valahogy valaki elkezdi, és akkor lesz költő belőle, író lesz belőle, aztán eszéket, de nálad mindez megjelenik együtt. Hát minden szempontból sok irányú az érdeklődésem. Talán igazuk van a kritikusaimnak, hogy túl sok mindennel foglalkozom, és az energiáimat is szétaprózom.
lehet, hogy igazuk van, de nem tudok máshogyan létezni. Tehát én, nekem ez a, az a természetes közegem és létformám, amely, amelyben jól érzem magamat, és amelyben tudok alkotni. És az alkotás az számomra nem csak az írásról szól, hanem sok minden másról is. Amikor politizáltam, akkor, és az országgyűlésben dolgoztam, vagy államtitkár voltam, azt is egy alkotási lehetőségként fogtam fel. Most ilyen Nemzeti Múzeumban dolgozom, szintén alkotási lehetőségként fogom fel, amikor műemlékek felújításában vállaltam szerepet, amikor a Velencétó környékének a fejlesztéséért dolgoztam, és azt nem is akarom abba hagyni egyébként, mert hiszen ott élek. Akkor is mindig mindent alkotásként fogtam föl. Nem jutottam odáig lélekbe, mint Szombati Bálint barátom, aki a fiát Szombati Ártnak nevezte el, és azt mondta, hogy az ő legfőbb műve maga a fia, ugye? És ilyen furcsa keresztemet adott a fiának, hogy Árt, és úgy becézzük, hogy Árti. Vagy mint Egerházi Attila barátom, aki itt a Székesfehérvári Balettszínháznak az igazgatója, akinek a lányát Táliának hívják. Egerházi Tália, milyen szép egyébként. De hát nyilvánvalóan én is az életemben a legbüszkébb a gyerekeimre vagyok. Ugyanakkor minden szeken túl, hogy a kérdésre visszatérjek, ha csak szimplán a könyvkultúrát vagy az irodalmat vesszük, ott is olvasóként is, befogadóként is, de alkotóként is sok irányú az érdeklődésem. Mondhatni, hogy minden evő vagyok, és mindenben megpróbálom magamat kipróbálni, aztán meglátjuk, hogy ebből a gazdagságból mi az, ami végül kikristályosodva meg tud maradni. Tehát most egy jó ideje két dolog foglalkoztat, egyrészt a drámaírás gondolata, másrészt meg a nagyobb prózai műnek a megalkotása, amire nem csak lélekbe készülök régóta, hanem a témáim is megvannak. Csak időt kell rászállni, és most, hogy már nem vagyok az országgyűlésben, megmondom őszintén, hogy nem napi rendszerességgel, de viszonylag rendszeresen egy olyan típusú naplót, közéleti naplót vezetek, amiben visszatekintek az elmúlt bő évtizedre is. Tehát az is egyfajta prózai munka, sok-sok idézettel, nekem szóló levelekből vett idézetekkel, kisebb, rövidebb cikkeimnek az újraértelmezésével. Tehát igazság szerint a dráma és az epika az, ami most elsősorban foglalkoztat. De hát nem tudok leállni, és nem tudok kibújni a bőrömből, úgyhogy nagyon sok minden mással szeretnék még foglalkozni. Kelem Erzsébet úgy fogalmaz, hogy köteteidben fontos szerepet kap a líra, a vizuális költészet és az irodalom határterületeinek kutatása. Ez folytatható? Most azzal együtt, amit az imént említettél, hogy a dráma, illetve a visszaemlékezésekre helyezed a főhangsúlyt. Tehát a líra marad, és a vizuális költészet, mert a pályád első felében Líra, az fontos. A líra mindenképpen, tehát az nem is kérdéses, de nagyon kevés verset írok, és ez szerintem nincs is baj. Tehát arra törekszem, hogy ha már van módom alkotni, akkor azért az egyre jobb legyen, egyre összetettebb és értékesebb legyen. Nem egyszerű ez. Beszéljünk az elméleti írásaidról, azokról az eszékről, amelyeket hétről hétre olvashatunk. Mert azt hiszem, hogy ez egy fontos pályaképet mutat most a 21. században. Ugye két típusú az én elméleti munkásságom. Az egyik az, ami kifejezetten a politikához és a közélethez kapcsolódik. Tehát ami az elmúlt évek vagy évtizednek a elsősorban kulturpolitikáját, meg annak az előképeit vizsgálja részletesebben. Tehát ezek az eszék vagy tanulmányok, ezek bár nagyon a mai időkhöz kötődnek, de talán abból a szempontból lehetnek később fontosak, hogy milyen módon mutatják meg, hogy mi érdekelte a kulturpolitika alakítóit ebben a most már több mint egy évtizedben, amióta a konzervatív oldal kormányoz. De hát ugye a 2007-ben megjelent első kulturpolitikai könyvemben a Gyurcsány-kormány időszakait is végigelemzem, és az ott akkori vezetőknek a gondolkodását a kulturpolitikáról, és az ahhoz való kritikus viszonyom is jól kiolvasható a könyvből, meg a 2010-es könyvből is.
Tehát ezek talán a későbbi korok számára egyfajta olyan kordokumentumok tudnak lenni, amelyből az aktív cselekvő, a folyamatokat részben politikusként is alakító személynek a szemüvegén keresztül mutatják meg, hogy hogyan is nézett ki a 21. század elején Magyarországon a kultúrpolitika. Én amikor bármilyen kultúrpolitikai témához nyúlok, akkor mindig keresem a párhuzamokat, keresem nem csak a nemzetközi párhuzamokat, hanem a magyarországi előképeket. Ezért jutottam ki mindig Kornisnál, Klebersbergnél vagy Homannál, és az ő írásaikban próbáltam magam számára nem csak szellemi muníciót találni, hanem mondjuk a visszaigazolást is. Ezeknek az írásoknak egy jó része nem komoly, hosszú tanulmány, hanem rövidebb cikk, vagy élőszóban elmondott beszédnek a leíratai, és lám-lám egy évszázaddal a írások megszületés után is aktuálisak tudnak lenni, izgalmasak tudnak lenni, és olyan erővel rendelkeznek, amely hat a mai embernek, a mai kultúrpolitika alakítóinak a gondolkodására is. Tehát mondjuk, hogy ezzel a ambícióval, ezzel a talán a hübrisz nélkülöző tudattal vágtam neki én is a kultúrpolitika írásaim megalkotásának. Tehát ez az elméleti írásaimnak az egyik vonulata. A másik az már inkább szükebben véve az irodalomhoz és a művészethez kapcsolódik, hiszen művészettörténeti, műelemző, vagy egy-egy alkotónak a munkásság bemutató írásomból is hát több kötet nyílt össze az elmúlt években. De hát az eszéist, a munkám, ami azért fontos, mert én az eszét, mint műfajt nagyon, nagyon megszerettem, és nagyon otthon érzem magamat ebben a világban. Az viszont kifejezetten a magyar irodalomnak a klasszikus eszéírásához nyúlik vissza, tehát ahhoz a hagyományhoz, amely tényleg a legnagyobb prózaírónkat jellemezte. Az, hogy ez a hagyományhoz nyúlok vissza, az nem azt jelenti, hogy ne lennék tisztában azzal, hogy hát mondjuk a legnagyobb magyar eszéisták nyomdokaiba járni az óriási nagy kihívás, és nagyon nehéz egyszerre veretes nyelven írni prózát, és ugyanakkor meg olyan tartalmat felmutatni, amely későbbi korok számára is szellem és lelki muníciót jelenthet. Tehát ez egy nagy, nagy kihívás. Hogyha az ember mondjuk csak a 20. század második feléből mondjuk Csórira, I.S. Gyulára, Németh Lászlóra és sokakra gondol, akik az eszében óriási nagyot alkottak, hát akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez tényleg, tényleg nagyon nagy feladatvállalás, hogy az ember jó eszét írjon, hogy eszében tudja kifejteni a gondolatait a világról. És hát, hogyha az ember csak mondjuk a I.S.-nek a naplóit forgatja, akkor rájön, hogy hát még a naplóírásban is micsoda nyelven tudott megszólalni a magyar költészetnek. Nagyon fontos ez a fantasztikus kérdés, alakja. Nagyon fontos kérdés, hogy azok az irodalmi műhelyek, amelyekben tevőlegesen részt vettél, alakítottad a sorsukat minden időben, mondhatjuk. Tehát Idestova több mint két évtizede, azok a működésében részt veszel-e még? Van-e arra mód, lehetőség, idő? Valamiben igen. A magyar műhely például az nem van. Valamiben igen, valamiben nem. Mindenben egy kicsit benne vagyok, de nem tudok úgy, mint régen. Hát a Kortársnak hosszú évekig voltam szerkesztője. A Kortárs című folyóirat számomra egy nagyon fontos műhely. Nem mondom, hogy gyakran, de azért rendszeresen adok írást a Kortársnak. Most a legutóbbi folyóirat számban jelent meg a Miért írok című nagy esszém, amit a jubileum ünnepség alkalmából írtam. Egy ilyen önreflexív eszé ez, ahol arról gondolkodom, hogy egyáltalán mit jelent az ember életében az írás. Az irodalomhoz való viszonyom tükröződik ebből az eszéből. Aztán ott van a Szépirodalmi Figyelő, aminek sokáig a főszerkesztője voltam. A Szépirodalmi Figyelőnek a munkáját segítem, de nem vagyok már tagja a szerkesztőségnek. És a Magyar Műhely, amelyik a Magyar Avangárdnak a fórumot, a mai napig főmunkatárs vagyok.
De hát azt a fajta aktivitást, amikor még a borítót is én terveztem, meg volt olyan időszak, amikor a folyamatot tördeltem, tehát a tipográfiai munkát is elvégeztem, ezt az aktivitást már rég nem tudom kifejteni. Nincs olyan szám, amit ne néznék át, és nyilvánvalóan, hogyha arról van szó, írást is, vagy bármilyen más művet is szívesen adok a lapnak. Főleg idén lesz ez aktuális, hiszen 60 éves lesz a folyóirat. 1962 óta jelenik meg a magyar műhely, és ráadásul a 200. száma fog megjelenni, tehát ez így azt gondolom egy fontos ünnepi alkalom lesz majd május-júniusban, amikor is több mindennel készülünk. Tehát azért valamilyen szinten aktív vagyok. És hát azokat a szellemi otthonokat sem hagytam ott, amelyekben jól éreztem magamat. Tehát az Írószövetségnek mind a mai napig választmányi tagja vagyok. Mikor országosi képviselő voltam, akkor is így volt. Most már jó pár éve Tokaíró táborban is vezető vagyok, ahol 1996 óta járok különben, tehát éppen 25 éve. Vagy most már több mint 25 éve, idén már 26. éve. Tehát ezek a szellemi műhelyek és a barátságok, ezek számomra fontosak. És ahol még valamilyen módon aktív vagyok, az a kommentárfolyamatnak, ami egy társadalomtudományi, közéleti folyóirat, az a konzervatív szellemi hátországát jelenti adott esetben a kormányzati munkának is. Tehát ott olyan intellektuális tartalmak jelennek meg, amelyek a politika gyakorlatában is használhatók. Ott egy alapító szerkesztő vagyok, tehát most már több mint egy évtizede veszek részt a lapnak a munkájában. Hol tart ma a mai magyar irodalom, a kortárs irodalom? Hát nem tudom, hogy ezt így meg lehet-e határozni, hogy hol tart. Meg hát az a kérdés, hogy milyen szempontból. Ugye rendkívül gazdag a kortárs magyar irodalom, sokan írnak, hála jó Istennek, nem maradt olvasótábor nélkül. De mondjuk vannak olyan kérdések, amelyek joggal vetődnek föl. Tehát, hogy miért és hogyan veszélyített a presztízséből az irodalom, hogyan szorul vissza az olvasás kultúrában a magyar irodalom, mondjuk az amerikai fantasyknek terjedésének a hatására. Tehát nagyon sok mindenről érdemes beszélni, hogy miért nincsen erős kortárs magyar dráma, mi kellene az, hogy legyen, hogy az írók, akik egyébként nagyon individualistán végzik a munkájukat, nálunk miért nem próbálják ki jobban magukat a forgatókönyvírás terén. Tehát sok-sok dolgot föl lehet nevetni. Egyszer érzi az ember ezt a nagyon nagy gazdagságot és összetettséget, amely következik a magyar irodalmi hagyományokból, és láthatólag még mindig nagyon sok folyirat, nagyon sok szellemi műhely, nagyon rangos könyvkiadók, számos irodalmi társaság működik ebben az országban. Tehát ez tényleg nagyszerű, de a másik oldalról pedig, hát, ahogyan valószínűleg minden egyes korban, úgy nekünk is vannak gondjaink, problémáink, és utolér bennünket sokszor az érzés, hogy húha, lesznek-e vajon megfelelő színvonalú követők. Legyünk bizakodóak, mondom én. És köszönöm, és még egyszer gratulálunk ehhez a 25 évhez. Köszönöm. Természetesen a beszámolunk, és a nézőknek azért mutatom a másik kötetet és a szavak ereje. Olvassák el, érdemes. Köszönöm szépen, mi pedig folytatjuk a Paletta Magazint. Farsangi Opera Parádéval búcsúztatta telet a Vox Mirabilis Kamarakórus a Szent István Művelődési Házban. A Borban az Igazság koncerten Székesfehérvár vendége volt Zemlényi Eszter és Gábor Géza, a két kiváló operaénekes is. Este van már késő este, kilence tükön az óra, az én kedves kis angyalom, mégsem jön-el a folyóba. Vagy haragszik, vagy hetet, vagy talán nem is szeret, így hát kedves kis angyalom, nem lehetek én a tiéd.
Sorban az igazság, ez volt a hívó gondolata a Vox Mirabilis immár hagyományos koncertjének. Az Emlényi Katica vezette kamarakórus a Szent István Művelődési Házban farsangi operaparádéjával varázslatos estével ajándékozta meg a klasszikus zene rajongóit. Az operaparádén fellépett Zemlényi Eszter, a kortárs énekművészet fénylő székesfehérvári Csillaga és a szintén székesfehérvári gyökerekkel rendelkező Gábor Géza operaénekes is, Kéri Tamás zongora művész kíséretében. Igyekszünk minden évben, évről évre új koncepciót adni ennek a farsangi operaparádénak, ahogy legutóbb a Nemzeti Összetartozás nevében csináltunk egy koncertet. Most azt gondoltuk, hogy egy kicsit vidámabb lesz Borban az igazság, hiszen mindenki szeretne egy kicsit kijönni, kicsit vidámabb lenni, kicsit itt a tavasz kezdetén velünk lenni, lehet, hogy még talán velünk is fognak énekelni, úgyhogy mi nagyon várjuk már ezt a koncertet. Ahogy néztem a műsort, egészen kivételes, megszokott, és de mégis kivételes dalok, művek csendülnek fel. Igazából egy egyházi kórusnak azért a bordalok az elég messze van, de azért már igyekeztünk rá startolni egy kicsit korábban, hogy igazából ki tudjuk fejezni a bordaloknak a boldogságát, az örömét, tényleg ezt a hihetetlen boldogságot, amit sugároznak, és nagyon szeretjük ezeket énekelni, úgyhogy fiúk, lányok nagy örömmel veszik, ahogy énekelünk. Más, mint az eddigiek. Valóban ez egy vidám este lesz. Nehéz volt a felkészülés, hiszen tudjuk, hogy a koronavírus járvány megviselte a kórusokat is próba szempontjából mindenképpen. Kicsit nehezebb volt valóban, de az én kórustagjaim nagyon szorgalmasak, és otthon is sokat gyakoroltak, úgyhogy hazavitték a kottát, gyakoroltak. Ugye ez egész koncertet kotta nélkül énekeljük, és azért ez egy nagyon nagy dolog. Mindent pontosan tudni, közben még mozogni is, de mivel nagyon szeretik és nagyon élvezik, ezért nagyon ügyesen megtanultak mindent. Gábor Géza meg annyi sikertől övezve, visszatérve az eredendőhöz, otthonról hazaérkezve megmutatta, művészi törekvése, hogy hangszerként szólaljon meg a hangja, megerősítést nyert. A vájtfülű operakedvelők ezen az estén a dal legtisztább, legtörékenyebb szférájába nyertek bebocsátást általa. Nagyon jó érzés, és ezúton is köszönöm szépen Zemlényi Katicának, hogy gondolt rám, és meghívott erre a koncertre. Hát azért én máskor is énekeltem már Fehérváron, illetve többször is, legutóbb a Verdi Rékviemet egy szabadtéri rendezvény keretében itt az Országalmánál. De mindig nagyon jó érzés hazajönni természetesen. Nagyon fontos számunkra ez a nap, illetve a Vox Mirabilisnek, különösen Katicáéknak, hiszen esztendőről esztendőre a Farsangi Opera Parádé az egy különleges est itt Székesfehérváron. Milyen dalokkal készültél, hiszen a Borban az igazság nagyon sok mindent elárul a címmel is. Igen, megpróbáltunk boros témákat keresni, azon kívül népszerű operaáriákat, és megpróbáltunk ugye Eszterrel találni valami közös nevezőt, és hát a szoprán basszus duett az viszonylag kevés van. Ez az egyik lesz az Ozmin Blonde duett, amit majdnem énekeltünk együtt az Erkel Színházban tavaly, csak a pandémia elmosta, és vagy elfújta, és hát én nekem volt belőle egy darab streamelt előadásom, és Eszternek sajnos nem, úgyhogy ott egy másik szereplővel mutatkozhattam be. Ezen kívül hát az örök, ez a Don Giovanni Cerlina duett, a Lácsi Darem Lamano, a sláger. Ezen kívül én éneklem a Rágaló Máriát, ami egy nagyon-nagyon híres, ez a Rossinél Szeviai Borbéból, és ezen kívül egy konkrétan nagyon boros témájú történet van, ez a Nikolaj, a Windsori Vígnőkből a Falstaff bordala, és ezt a férfi karral erősítve fogom előadni.
Zemlényi Eszter a teljesség misztériumával hódított és ismét bizonyította, hogy a Krisztus király plébániáról indulva olyan egyedülálló tehetség és kérlet tudás birtokában építheti fel itthoni és nemzetközi karrierjét, amire büszke lehet mindenki, aki végigkísérte és segítette ki teljesedését. Nagyon jól érzem magamat, nagyon szeretek itthon lenni, nagyon szeretek a fehérvári közönségnek énekelni, úgyhogy mindig elsőbséget élvez ez a koncert. A Farsangi Opera Parádé fontos a nézőknek, fontos a székesfehérvári klasszikus zenekedvelőknek. Ebben az esztendőben itt van velünk Gábor Géza, aki szintén otthonról hazajött, ha úgy tetszik. Hogyan készültetek erre az estre? Igyekeztünk válogatni olyan duetteket, amit együtt tudunk énekelni, és hát egy ilyen borzasztó jó hangulatban készültünk a válogatás, a próba folyamat, úgyhogy nagyon várom már a koncertet. Az utolsó koncerten, amikor a Nemzeti Összetartozás napján itt szintén a Szent István Művelődési Házban beszélgettünk, akkor Kertes Ingrid is azt mondta, hogy olyan fényes jövő áll előtted, ami páratlan. Ez így is történt, hiszen azért látjuk a hírekben. Hol tartasz most, miként látod? Nagyon szerencsésnek érzem magamat, mert most a legtöbb koncertem, a legtöbb előadásom a Magyar Állami Operaházban van, és emellett még olyan fantasztikus együttesekkel koncertezhetek, mint a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, vagy a Nemzeti Filharmonikusok. Hogyan tovább tudod már, hiszen nyilvánvaló, hogy most, hogy a koronavírus járvány véget ér, akkor nyilván már megvan az a repertoáron túl azok a fellépési lehetőségek, amik eddig elmaradtak. Igen, új konstrukcióban fogunk dolgozni az operaházban, és emiatt már rengeteg mindent tudok előre, hogy milyen szerepek várnak rám a következő időszakban. Fantasztikus lehetőségek, nagyon sok barokk szerep, nagyon nagy kihívások, úgyhogy várom azt is, hogy neki ugorhassak, és hát rögtön most hétfőn már elkezdem próbálni Strauss Árnyék nélküli asszonyát például, úgyhogy rengeteg minden vár rám most a következő időszakban is. Ez a bor neked áll, körülj hát, hogy hívtok álmat, de te jön az asszorra, amikor mint az ég az anyag szép barányi szóra, az ég az anyag szép barányi szóra. A dalokban megfogalmazott mélységek és magasságok estjén egyszerre jelent meg a dalokból áradó érzelmek tisztasága és a nemes nedű örök szentsége. A Szent István termet zsúfolásig megtöltő közönségnek nem kellett csalódnia, nagyívű estén köszönthették a farsangi nemes nedűt. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!